békesség is nekünk. A mi segedelmünk és ünnepszentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyántól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adt önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyának akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 193-as számú éneket. A 193-as számú ének így kezdődik, dicsőség az Istennek. És ő a lélek indításából a templomba méne,
És mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba veni ő, és áldá az Istent és mondta, mostan bocsátod-e, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek az Izraelnek dicsőségére. József pedig, és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak. És megáldá őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának, ímé ez vettetett sokaknak elestére, és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is átalhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, mondjuk el együtt fennhangon bűnvallomást. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minélkünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyám, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást veszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkből való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyet foglalva énekeljük a 196-os számú ének első és második versét. Az ének alatt a gyermekek átmennek az imaterembe. 196-os számú ének így kezdődik, hogy eljött az időnek teljessége.
imádkozzunk. Örökkévaló mennyei felség, édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Egykor nem volt helye a világ megváltójának, a született gyermeknek az emberek között, csak barmok közt, istállóban, és ott is csak nagyon rövid ideig, hiszen nem otthona volt, csak pillanatig tartó születési helye, és menni kellett tovább. Az evangélium szerint azért, mert ahogy megszületett, már üldözték ő. A féltékeny zsarnok bosszúja halálra kerestette ő. Menni kellett tehát tovább a betlehemi jászol bölcsőtől, ahogy azóta is mindig menni kell az embernek esztendőről esztendőre, tovább lépve az ünneptől. Magunkkal víve azt, amit az ünnep hozott számunkra, és ezt kiki a maga lelkében kell megtekintse, fölfedezze, mi az az ajándék, mi az a többlet, mi az a megtartásra érdemes, vagy éppen megosztásra való, a másoknak tovább adandó, amivel az ünnepen feltöltekeztünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, Istenünk, hogy úgy állunk most ezen a vasárnap délelőttön, hogy talán egy fél lépéssel már elléptünk az ünneptől, de mégsem egészen. Még visszatekinthetünk, még láthatjuk, még a szívünkben, lelkünkben ott lehet az érzés, add, hogy szent lelked, add, hogy ez Isten tiszteleti óra, add, hogy közösségünk, add, hogy a mennyei seregekkel együtt való Isten tiszteletünk, vigye véghez bennünk a csodát, lelkünkben bennünk az Úr Jézus Krisztus lakozást vegyen, ne pillanatig, ne azért, hogy tovább kelljen mennie, hanem hogy mint életünk megváltója, egyszer és mindenkorra magához öleljen, magához vonszon, s legyünk mi a te áldott és hűséges gyermekei, akaratod s az ő ereje által. Amen. Készüljünk testvéreim Isten igének hallgatására a 196-os ének 4. versével, Ó Isten, hozzám kötünk. Oh.
igéje által szó hozzánk ez ünnepi órában írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium második részének 36-tól 40-ig terjedő verseiben. Lukács evangéliuma második részének 36-tól 40-ig terjedő verseit figyelemmel és alázatos lélekkel hallgassátok. És valahogy prófita asszony, Anna a Fámuel leánya, az Áser nemzetségéből, ez sok időt élt, miután az ő szűzességétől fogva 7 esztendeig élt férjével, és ez mintegy 84 esztendős özvegy vala, aki nem távozik el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal. Ez is ugyanazon órában odaállván hálát adott az Úrnak, és szóla ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatérének Galileába, az ő városukba, Názáretbe. A kisgyermek pedig növekedik és erősödik lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme vala ő rajta. És az Istennek kegyelme vala ő rajta. Ez Isten igéje. Aki végig követte ezt az ünnepet karácsony estétől kezdve, az felfigyelhetett rá, hogy ezen az ünnepen Lukács evangéliuma szerint vettük végig a karácsonyi történetet, tehát onnantól kezdve, hogy Augustus császár parancsolatából az összeírásra vonatkozó parancs kiadatik, vagy akár visszamehetünk az adventi időszakba, amikor ugyancsak Lukács evangéliuma alapján keresztelő Jánosról, vagy Máriának és Erzsébetnek a találkozásáról volt szó. Lukács evangélistáról két szót hadd mondjak el így az ünnep végén, hogy valamennyire értsük az ő evangéliumának a sajátos hangvételét. Lukácsról úgy tudjuk, hogy ő zsidó származású volt, és foglalkozása szerint orvos volt. Azt is tudjuk róla, hogy ő írta az apostolok cselekedeteiről írott könyvet is. Azt is tudjuk, hogy ő nem tartozott Jézus szűk tanítványi köréhez, tehát nem mint szemtanú írja meg ezeket a dolgokat, hanem mint aki hallotta, és mint aki feljegyzi a Jézusról, illetve majd az apostolokról, a tanítványokról szóló történetet. Ezért is mondják a Biblia kutatók, hogy Lukács, mivel hithű zsidó ember volt, aki a törvényt nagyon tisztelte és meg is tartotta, ezért ő fontosnak találta megjegyezni azt, hogy Jézus a törvény előírása szerint, amikor eljött annak az ideje, pontosabban, mikor az édesanyjának leteltek a tisztulási napjai a Mózes törvénye szerint, akkor ugyancsak Mózes törvénye szerint felvitték a gyermeket a templomba, Jeruzsálembe, hogy áldozzanak helyette. Ugyanis ez előírás volt a zsidó népnél, minden elsőszülött fiú gyermek helyett engesztelő áldozatot kellett bemutatni az Úrnak, visszamutat ez is az egyiptomi fogságra, illetve az abból való szabadulásra, amikor az Úristen minden elsőszülött egyiptomi fiúgyermeket megöletett, azért, mert nem akarták a népet kiengedni Egyiptomból, mert az Úr megkegyelmezett a választott nép gyermekeinek, ezért innentől kezdve, és mind a mai napig azok, akik az óhitet, a zsidó hitet tartják, engesztelő áldozatot kell bemutassanak Istennek az elsőszülött fiú gyermek helyett. Lukács leírja, hogy Mária és József elmegy Jeruzsálembe, a templomba, és minden a törvény szerint elvégeznek. Úgy, ahogy az előírás van. Mégsem olyan Jézus bemutatása a templomban,
mint bármely más gyermek bemutatása, hiszen két idős ember is várja ott a templomban, egy próféta, akit Simeonnak hívnak, és egy próféta nő, akit Annának hívnak. Férfi és nő, és mind a kettő élemedett korú, hajlott korú, hiszen Simeon elmondja, hogy most már elbocsátod, Uram, a te szolgádod békével, mert látták az én szemeim az üdvösséget, amelyet készítettél, tehát az élete kiteljesedett, beteljesedett, innentől kezdve tovább, neki már nincs miért élni a Földön. Annáról pedig azt halljuk, hogy ahhoz a korhoz viszonyítva, de hát még a mi korunkhoz viszonyítva is, elképesztően idős kort élt meg. Ilyen különösen fogalmaz a Szentírás, hogy miután szüzességben élt valamennyi ideig, és ezt nem határozza meg, hogy hány év lehetett, de hát minimum egy 14 évet kell számolni, még a kor szokásait figyelembe véve, utána 7 évig házas volt, az már 21 év, utána pedig több mint 80 évet élt özvegységben, tehát 100 év felett volt jóval mindenképpen ez a próféta asszony. Kettőjük személyében én úgy érzem, hogy mint férfi és mint nő, és mint mind a ketten próféták, az a teljesség mutatkozik meg, amiben a világnak kell a született megváltó előtt hódolni. Férfi és nő egyaránt. Tudjuk, hogy az Ószövetségben a férfiaknak kitüntetett szerepük volt a templomi szolgálatban, az Isten tiszteleti rendtartásban, egyáltalán az Istennel való kapcsolat minden területén. Amikor Jézus megjelenik, teljesen átírja ezt az ószövetségi rendet is, mint ahogy gyakorlatilag minden mást az Ószövetségből, hiszen az ő környezetében, az ő tanítványai között számos asszonyt találunk. Bár a 12 tanítvány közé nincsenek besorolva, ennek megvan a maga liturgikus és az Ószövetségre visszamutató magyarázata, de az asszonyok azok, akik hűséggel mindvégig kitartanak Jézus mellett, akik a szolgálatukat egyetlen pillanatra nem törik meg, nem futamodnak meg, nem hagyják el Jézust, őket ott látjuk végig, éltében, holtában, feltámadásában is, ott látjuk végig Jézus mellett. És innentől kezdve az új szövetségben már nincs megkülönböztetett férfi és női szerep, bár ugyancsak az Ószövetségre visszamutatva, mivel ragaszkodunk és kötődünk az ószövetségi hagyományokhoz, a liturgikus rendben, az egyházi rendtartásban mind a mai napig vannak különbségtételek. De Isten előtt, ami megváltó Jézusunk előtt, nincs különbség férfi és nő között. Amikor az új szövetségi első gyülekezetek szerveződnek, amikor a talentumokról beszél a Szentírás, amikor a különböző szolgálattételekről beszél a Szentírás, akkor bizony férfiakat és nőket együtt és vegyesen találunk, minden különösebb megkülönböztetés nélkül. A Lukács evangéliuma szerinti karácsonyi történetnek a vége, a záró akkordja az, hogy és a gyermek növekedett, előtte azonban Annát mutatja a próféta asszony, akiről azt mondja, hogy nem távozott el a templomból. És ennek a mai napnak, mivel ugye ilyen különös módon kapcsolódik a vasárnapunk a karácsonyhoz, ilyen különös módon lett egyé ez az Istennek szentelt nap az ünneppel, vagyis akarva akaratlanul már negyedik napja, ha a karácsony estet is számolom, már negyedik napja
Isten színe előtt vagyunk, és karácsonyt ünnepelünk, tehát mint egy jelképesen mondhatjuk azt, hogy mi sem távoztunk el a templomból. A negyedik napja itt vagyunk Istennek házában. Ünnepeljük az Úr Jézus Krisztusnak az eljöttét erre a világra. De ez az utolsó nap, a negyedik nap. Holnap már hétfő van, nagyon sok ember számára újra a munkakezdést jelenti, még néhány napot dolgozni kell, aztán lehet majd az óesztendőt búcsúztatni, tehát úgymond visszaáll minden a maga normális és megszokott kerékvágásába. Azonban Jézus Krisztus születése óta az Anyaszentegyházban folyamatosan jelen van az a kérdés, hogy lehet-e az embernek eltávozni a templomból? Lehet-e kivetkőzni a Krisztus képűségünkből, hiszen aki Jézus tanítását valamennyire is ismeri, a samáriai asszonnyal való találkozásából tudja azt, hogy Jézus megmondta a samáriai asszonynak, rajta keresztül nekünk is, hogy eljön az az idő, amikor nem itt vagy amott fogják az Úristen imádni, hanem akik igazán imádják, azok lélekben és igazságban imádják. De azt a kérdést teszem most fel, hogy el lehet-e távozni a keresztény embernek lélekben és igazságban karácsonytól? El lehet-e távozni Krisztustól, lélektől, igazságtól? El lehet-e szakadni az embernek? Azt mondjuk erre keresztényekként, meg Isten házában lévén, hogy nem lehet, hát hogy lehetne, hát a lélek hozzánk tartozik. Az igazság az bele van írva az embernek lelkébe, tehát nincs olyan ember a Földön, aki ne tudná valamennyire legalábbis az igazságot, hiszen Isten az ő törvényét a lelkünkbe helyezte kitörölhetetlenül. A lélek és a lelki ismeret mutatja és vezet bennünket az igazságnak az útján, vagy éppen figyelmeztet, amikor arról letérünk. Tehát ettől elszakadni nem lehet. Keresztény embernél nincs olyan, hogy eltávozik a templomtól, hiszen lélekben bármikor és mindig együtt lehetünk Istennel. Akkor kérdezzük meg azt, hogy 2015 év végén azt mutatja a keresztény világ, hogy a kereszténység soha nem távozik el Istentől és a templomtól? A válasz egyértelműen nem. Nagyon nem azt mutatja a keresztény világ, hogy mi folyamatosan Isten közelében lennénk. A társadalom, a gazdaság, a politika, az oktatás, az egészségügy, bármilyen szeletét az egyházon kívül, de ha nagyon szigorú akarok lenni, és miért ne lennék, akkor az egyházat is beleértve bizonyos szempontokból, nagyon-nagyon messze van Krisztustól, lélektől, igazságtól. A társadalom csak néhány képben hadd mutassak rá, hogy milyen súlyos a baj. A társadalom Európa szerte, és nem csak Európa szerte, világ szerte, ott, ahol a kereszténység a meghatározó a társadalmakban, úgynevezett demokráciákban él. Demokráciákkal egy apró kicsi baj van, az egyik az, hogy pogány eredetű a demokrácia, az ókori görögök találták fel, ők alkalmazták, a másik apró pici baj, hogy már az ókori görögök idején megbukott a demokrácia, és bebizonyosodott, hogy nem működik a demokrácia. Amit nekünk úgy adnak be, mint demokrácia, az még csak nem is hasonlít a demokráciára, azt úgy hívják, hogy többségi diktatúra. Amikor néhány
esztendővel, hát most már 25 esztendővel ezelőtt, Istennek hála, de aki annál idősebb, az még emlékszik rá, jó? Tehát amikor néhány esztendővel ezelőtt a múlt rendszerben éltünk, az a kisebbségi diktatúra volt. Mert akkor egy szűk csoport határozta meg, hogy mi legyen. Most azt mondják, én ezzel sem értek egyet, hogy a többség határoz, a többség mondja meg, hogy mi legyen, de hát a többséget azt mindig egy kicsi kisebbség vezeti. Egy szűk érdekcsoport, akik ott vannak a megfelelő pozícióban. Eljutunk a második csoporthoz, ez a politika, mert meghatározója a politika egy-egy társadalomnak, egy-egy országnak, az egész világnak. Tessék mondani, van köze a politikának a kereszténységhez? Krisztus arcú a politika? A válasz egyértelműen nem. Nem egyik vagy másik politikusra gondolok, a politikára magában semmi köze nincs a politikának a kereszténységhez. Hazugságról, érdekekről és sok minden egyébről szól, és valahol persze, hogy ott van a szegényeken való segítés, meg a néha-néha napi jótékonyság, de nem ez az általános kép. Lépjünk egyet tovább, legyen az igazság ügy, vagyis ahogy mi ismerjük, a világi törvények közük van a kereszténységhez, Jézus Krisztushoz. Tessék felütni a törvénykönyvet, és mutatni egyetlen paragrafust, amelyik a hegyi beszédből származik, Jézus valamelyik tanításából származik, egyetlen egy sincs. A római jog az alapja, vagyis a római birodalomra épül, amelyikről megint tudjuk, hogy egy pogány birodalom volt. Lépünk egyet, ott vagyunk az egészségügynél. Az egészségügy mind a mai napig egy ugyancsak pogány eredetű rendszerre épül, az orvosok mind a mai napig egy pogány fogadalmat tesznek, esküt tesznek a gyógyításra, semmi köze nincs a kereszténységhez. Elvégre, ha valaki a Szentírást olvassa, akkor tudhatja, Jézus Krisztus vagy a szavával, vagy kézrátétellel, vagy ehhez hasonló módon gyógyított. Ha valaki olvassa a Szentírást, tudja, hogy a tanítványok, az apostolok felhatalmazást kaptak arra, hogy ők is így gyógyítsanak. Ha valaki egy kicsit jobban beleássa magát a teológiai tudományokba, akkor láthat olyan írást az egészen korai időszakból, az egyház atyák idejéből, ahol a keresztény egyház atya nagyon-nagyon kikel a görögök ellen, akik mindenféle szerekben és porokban bíznak, és azt hiszik, hogy mérgekkel lehet az ember gyógyítani, holott Krisztus hatalma gyógyít meg egyedül bennünket. Hát kicsoda az közülünk, aki nem ment volna már patikába szerért, porért, méregért, azért, hogy meggyógyuljon, mert jobban bízunk abban, mint a Krisztus tanításában vagy csodatételében. Lépünk egyet, eljutunk az oktatás ügyhöz, a gyermekeink oktatásáról van szó. Ha végignézzük azokat a tantárgyakat, vagy azt az egész rendszert, amiben a gyermekek tanulnak, itt-ott nyomokban megtaláljuk a kereszténységet. Tényleg van egy-két jel, van vallásóra, például van, ahol kötelezően van, ahol nem kötelezően, illetve olyan is van, ahol már nincsen. Tehát nyomokban találunk kereszténységet, és körülbelül ennyi. És akkor nézzük meg az egyházunkat, és itt körülbelül megérkeztünk önmagunkhoz is, mert az egyház mi vagyunk. Jézus Krisztus a feje ennek a testnek, aminek van a látható és van a láthatatlan része. A látható az, amit mi, földi testnek, egyháznak látunk és értünk. A láthatatlan része az egyháznak az, ami a lélekben történik.
mindannyiunknak a lelkében, és a világon élő minden embernek a lelkében, hiszen Jézus Krisztus láthatatlan egyházához tartoznak azok is, akik nem kereszteltettek meg valamely keresztjén felekezetbe. Hát a legelső dolog, amit az egyházban látunk, az a hihetetlen széttagoltság, daraboltság. Az egyházaknak a sokszínűsége, sok ezer volta, amit szerte a világban kisebb, nagyobb egyházi szerveződésekben keresik az emberek az Úr Jézus Krisztust. Ha valaki bennünket, reformátusokat megkérdez, hogy mit tartunk a magunk vallása felől, természetesen, vagy remélem legalábbis, hogy természetesen kijelentjük, hogy Szentírás, Isten szerinti vallás, ragaszkodunk Isten kijelentéséhez, követjük a Szentírás tanításait, és semmi más nem fogadunk el, csak azt, ami ott van. Ez így jó van. Tessék megkérdezni egy neoprotestáns felekezet bélit, hogy miért nem református? Miért szakadtak ők ki a maguk idején a református vagy bármelyik más egyházból? Hát azért, mert ők nem tartották elégnek és nem tartották jónak a református egyházat. Az adventisták, pünkösdisták és a többi szektára gondolok, akik újat akartak, mást akartak, jobbat akartak, mert ami volt, az nem volt elég jó. És akkor e rövid kitekintés után ott vagyunk, hogy Anna a prófét asszony nem távozott el a templomtól. Lépjünk ki a templom ajtón, itt Daróczon, vagy lélekben idézzünk fel bármilyen templomot, a környékünkön, vagy bárhol messze távol. Ha kiléptünk a templom ajtón, és elindulunk a faluba, elindulunk a városba, a szomszéd faluba, akárhol, tessék mondani, mik azok a jegyek és jelek, amik megmutatják, hogy mi keresztjének vagyunk. Van ez az egy jegy, a templom. Mert aki ránéz a templomra, és ugye messziről látni lehet a templomtornyot, az tudja, hogy ez a falu nagy valószínűséggel és többségében keresztjén. Ha a házakat nézi, azokról már nem derül ki. Talán van bent a házakban egy-egy szentkép, van egy szentírás, látható vagy láthatatlan helyen, kívülről nem igazán látszik. Jó, a templom meghatároz bennünket, és azon kívül még mi. Mi az, ami bennünket lélekben és igazságban Istenhez köt? Elmondtam nagyon sok mindent, ami nem köt bennünket, sőt, nap mint nap távol tart minket lélektől és igazságtól. Nehogy azt higgye valaki, hogy véletlenül van az, hogy társadalmunk, politikánk, gazdaságunk, egészségügyünk és minden egyéb az véletlenül sem keresztjén. Dehogy is nem, nagyon tudatosan nem keresztjén, mert a világ ellenünk dolgozik. Óriási harcot vív a keresztjén ember, amennyiben keresztjén. Ha nem keresztjén, akkor békességben van a világgal. És onnan lehet tudni mindenkor pillanatnyi helyzetünket, állapotunkat, hogy fölmérjük azt, békességünk van, vagy harcunk van. Néhány nap adatott az elmúlt napok, hiszen azért ügyel a világ is a látszatra, és karácsonykor igyekszik békés körülményeket teremteni, hogy a keresztények nyugodjanak meg, érezzék azt, hogy valóban a béke és szeretet ünnepe van. Ezek a napok mától kezdődően elmúlnak, és nekünk vissza kell állnunk az élet rendjébe. Adja Isten, hogy mindenki a maga helyén, mint Isten gyermeke, mint Krisztusnak tanítványa és harcos társa őrizze meg a lelket és az igazságot. Amen. Válaszoljunk az ígére a 196-os számú ének
5. versével már megítélted szegény lelkem felé. Vinni, vajon nem dolgozik-e minden ellenünk a világ?
csak Te vagy velünk, Urunk Istenünk. Te több vagy, hatalmasabb vagy mindennél. Engedd hát, hogy benned bízzunk, hozzád forduljunk, tőled kérjünk és várjunk segítséget mindenkor. Engedd, Urunk, hogy Te légy életünknek kezdete és vége, és a közte lévő minden idő meghatározunk mindenben. Így legyünk veled, Urunk Isten, ma és holnap és azután, itt a Te házadban és otthonainkban, és mindenhol máshol, ahol szükségünk van, szükség van ránk, vagy ahová a kényszer vezet bennünket, így legyünk örömmondói, betegágyak mellett, vagy özvegyek, árvák egyedül maradottak vigasztalásában, így legyünk gyámolítói a nincsteleneknek, vagy szűkölködőknek, üldözötteknek, így dicsérjük és magasztaljuk háromszor szent neved, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, most és mindenki. Amen. Csendesedjünk el, és kiki lélekben vigye könyörgését Isten színe elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezeti hirdetéseket. Először is emlékezzünk kegyelettel néhai Egri Lajosné született Csíki Mária testvérünkre, aki 81 évet élt, és akit kedden kísértünk utolsó földjúgyra. Szeretteit vigasztalja Isten ígéje Lukács evangéliumából, a felolvasott igerészből. Most bocsássad el, Uram, a Te szolgádat, a Te beszéded szerint békességben, mert láttál az én szemeim a Te üdvösségedet. Hirdetem, hogy kedd délben emlékharang szól néhai Botos Pálné született Bócsi Erzsébet halálának 12. évfordulóján családja kegyeletes megemlékezéséül. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. Hirdetem, hogy szerda este 6 órai kezdettel évzáró presbiteri gyűlést tartunk, a meghívó már kész van, a jelenlévő presbitereket kérem, hogy írják is alá. Csütörtök este 5 órai kezdettel ó esztendő búcsúztató Isten tiszteletet tartunk, szeretettel hívom és várom a gyülekezet tagjait új esztendőben pénteken délelőtt 11 órakor pedig az új esztendőt köszöntő ünnepi Isten tiszteletet tartjuk meg. Hirdetem, hogy az ünnep alkalmából a következő adományokat kaptuk egyház tagjainktól. Az itt a templomban lévő karácsonyfát Krisztián Erika testvérünk és családja adományozta az egyháznak. A fáraszt szaloncukrot Székely Kálmán, Kóczi László, Hajdú Ágnes,
testvéreink adományozta. Az elmúlt hét folyamán a következő adományokat fizették egyház tagjai. Hajdú Szabolcs 150 lej egyház fenntartói adományt, Turi Csaba 225 lej egyház fenntartói adományt, Hajdú János 225 lej egyház fenntartói adományt, Parács Károly 75 lej egyház fenntartói adományt, Őri Gyula 75 lej egyház fenntartói adományt, Kerekes Andrea 75 lej egyház fenntartói adományt, Idős Szabó István 76 szám alól 300 lej egyház fenntartói adományt, Krisztián Levente 75 lej egyház fenntartói adományt és 25 lej rendkívüli adományt, Király Károly 75 lej egyház fenntartói adományt, Bok Zita Csilla 75 lej egyház fenntartói adományt, Batfalszki Sándorné 75 lej, Vég József 225 lej, Cseke Gábor 150 lej, Fintás Miklósné 75 lej, Miklós Józsefné 75 lej, Krisztián Gergő 150 lej, Krisztián Márta 75 lej, Pintje Jenőné 75 lej, Özvegy Nagy Lászlóné 75 lej, Nagy Csaba 75 lej, Turi Károly 150 lej, Özvegy Molnár Mihályné 75 lej, és Kós Miklósné 75 lej. A gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A 196-os számú ének 6. versét énekeljük, a kedves vendége. Hiszem az egyetemes keresztjén, anya szent egyházat, a
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra készülve a 90. Zsoltár első versét. Maradjon mindnyájunkkal. Amen. Békesség Istentől.